Tehát egy különleges lecke lesz most a Lagbaumer ünnepe alkalmából Rabbi Simonnak, Rabbi Simon bar Yochai-nak szentelt, tehát Rasbinak szentelt részletekkel, ugye ő írta a Zohárt. Tehát kaptévén keresztül lehet követni a kérdést, élőben lehet kérdéseket föltenni, és amíg kérdések jók lesznek, megfelelőek, azokat kisugározzuk a lecke során. Tehát először olvassuk el a 31-es. A cikknek a címe, hogy én vagyok a szeretett fia, és ő hozzám kapcsolódik. A világ, az egész világ a teremtőhöz kapcsolódik, és emiatt az ő érzései rám borulnak, és egy valódi dolgok áramlanak ki. Ó, ezt nem értettem, hogy a legnagyobb igazság az az, hogy bár azt érezzük, hogy el vagyunk tőle választva, valójában nem vagyunk tőle elválasztva, minden hozzá kapcsolódik, és minden egy. Rabbi Simon távozása. Rabbi Abbas mondta, hogy Rabbi Simon nem fejezte be még az életét, és ahogy írva van, hogy nem tudtam még felülemelni a kezét, mert a fény az túl magas volt, és ezért, mert sokkolva hallottam egy hatalmas hangot fentről a napok végén, és aztán egy másik hangot is hallottam, amely azt mondta, hogy ez az élet hangja, ami belőled árad. 107-es pont. 107-es pont. Ezek a napok, amikor a tűz nem áll meg égni, mivel a tűz, az a fénynek, mivel a tüzet körülveszi a fény, és ezek a napok alatt én érzem, a büszkeséget éreztem, és amikor a fény távozott, a tűz is távozott, akkor a Rabbi Simon az elhagyta a világot, és visszatért a szentek szentjéhez, és felemelkedett a saját helyére. Mosolygó arccal. 108-as pont. Rabbi Elazar a fia fogta a kezét, megcsókolta, és éreztem, és én még láttam a lába nyomán a porban, és a barátok elkezdtek sírni, és Rabbi Elazar a fia, az pedig nem tudta kinyitni a szavát, nem tudta kinyitni a száját a megrendeléstől. Itt annak megfelelően, hogy ki mennyire volt vele összetapadva, mondja Rav, mennyire volt a partőfiával kapcsolatban, tehát ezt írja el ezek. És nyilvánvalóan az alacsonyabb és a magasabb színneknek a viszonya van itt leírva, és amikor meghalt ugye Rabbi Simon, akkor a valódi szintje az gyakorlatilag távozott, és ezért a kapcsolat vele már ugye, tehát a parcufok szétkapcsoltak egymástól. Ezután pedig ő kinyitotta a száját, és mondta, hogy apám. És akkor ők hárman újra egyek lettek. Hatalmasság a földön. Rabbi Elazar, Rabbi Simon, és Rabbi Pinchas, a Jeinek a fia. Rabbi Elazar az árva maradt, mert Rabbi Simon, ő pedig egyedül maradt a világjában, és miután a hatalmas fa megérkezett, hanem a távozása után, a hatalmas fa távozása után, ami ő volt, az égen hatalmas lángolás jelent meg, és kiderült, hogy az állatoknak el kell távozniuk, és a barátoknak
a gondoskodás helyett, amit a gondoskodás helyett, amit ők kaptak, inniuk kell a hokma italából. Azaz, amikor a felső eltávozik, akkor az alsó elveszti a kapcsolatát vele. 199-es pontot fogják most olvasni. El tudom magyarázni valamilyen mértékben, hogy a barátok milyen mértékben érezték Rabbi Simont, hiszen mindig azt mondjuk, hogy a felső az a teljes valóság, alul pedig azt mondjuk, amennyire én megértettem, hogy a Rav elfogadottsága, mit jelent az, hogy itt nincsenek testek, itt edényekről van szó, ne keverjetek dolgokat, mondja a Rav. Tehát mi emberekről beszélünk, akik ezeket a szinteket kitöltötték, elérték. Tehát olyan szinten voltak, akik meg talán pontosan értették, és le tudták írni. Ezért mondjuk azt, hogy ez a három különleges szint, a Rabbi Pinchas, Rabbi Elazar és Rabbi Simon, azok hogyan viszonyultak egymáshoz. Tehát végső soron mondja Rav, amikor Rabbi Pinchas távozott, Rabbi Simon is távozott, és csak Rabbi Elazar maradt ugye ebben a világban. Tehát ebben a pontban, amikor mindenki távozott, nem kapcsolódtak össze Rabbi Elazarral. Mivel Rabbi Simon volt a felső szint, mi történik, hogyha a felső távozik? Nagyon sok jelenség van itt, amit meg kell értenünk. Mikor elvesztjük a felsővel kapcsolatot, mert a felső megtisztul, a maradék keménységétől se, akkor egy még nagyobb erejű szűrőt mag magára, akkor az alsó számára már nehéz fölnőni az a szint, az ahova fölemelkedik. Ez a feltáros és a elrejtődésnek egy bizonyos összefüggés rendszere, mert a magasabb parcuf ugye távozott, ő volt a tanára, ugye? Nem testben voltak összekapcsolva, nem a test a lényeges, itt mondja Rav. Hanem kettőjük között egyszerűen a felső fényt adaptálódott, és egy bizonyos módon kellett felemelkedniük. Tehát ez nem úgy van, hogy van egy kis gyermek, akit etetünk kukoricával, hanem tehát a magasabb parcuf, az ráöltözik az alsóra, amikor ezek kapcsolatodnak lenni, lekicsinyíti magát, ezért az alsónak ezen a kapcsolaton keresztül állandóan arra kell koncentrálnia, hogy a magasabb szintre kell való emelkedés végre tudja hajtani. Tehát amikor a felső megérkezik, az egy meghívás az emelkedésre, ezt kell látni, ha rádereszkedik, akármilyen nehézséget okoz. Oké, de hát hogyha nem próbálna meg emelkedni vele, akkor nem lenne a tanítványok tekinthető. Na de mit tapasztal meg, ha magasabb szintre emelkedik, hiszen a kapcsolat az megvolt köztük. Hát van a kapcsolat, mondja Rav, amely egy új lehetőséget ad az emelkedésre, ezért érkezik, ezért távozik a felső, hogy az alsó is emelkedni tudjon vele. Hát hogy lehet ez másképp? Tehát, hogy mi a szintek közötti összefüggéseket tanuljuk, mondja Rav, ebben a világban mi nem tudunk eldönteni semmit, egyetlen cselekedetünk marad, mondja Rav, tehát, ugye ezt mondja a felső szint, ha nincs rám szüksége, de elmegyek. Ari írta ezt, ezt mondta a tanítványainak. Tehát Jakob Cohen részt vesz, ott volt a halála pillanatában, és Ari azt mondta nekem, hogyha nincs rám szükségetek, akkor elmegyek. Akkor elmegyek. Oké, de a belső perspektívából, a csoport szempontjából Rav, kabbalistáknak nem voltak ilyen számításai, hogy ez a világ, a következő világ. Tehát semmilyen ilyenfajta imaginációt nem akartak magukba foglalni. Oké, de ezt azért kérdezem, mert mindig nem értem, hogyan lássam helyesen Ravnak a tevékenységét. Tehát az a kapcsolat, amit le van írva, az nagyon szoros. A Rav
az mindig az, ami összeköt téged és a fény. Oké, na akkor ez egy tiszta szándék minden alkalommal? Ezt én nem tudom. Olvassuk csak tovább. Tehát, amit kerestünk, az a 39-es levélből, Isten mentsen, hogy ne legyen többé remény. Ugye az Arinak a legfiatalabb tanítványának mondta, Raf pedig azt mondta, hogyha kiérdemlitek, akkor eljövök és tanítanak benneteket. Tehát ezért neki nem volt probléma a halál. Na de hogy tudtam volna tanítani őket, hogyha meghalt ebben a világban? Na, azért, mert ő a fizikai testéhez volt ugyan kapcsolva, és ezért, ahogy a szintek belsőségéről beszélt itt a halál előtt, Ari, oké, na akkor hogyan tudna ő tanítani, miután meghalt ebből a világból? Nyilván eltávozott a testéből, magyarabb, és akkor ő azt válaszolta, hogy ti még nem értitek a rejtett dolgokat, és aztán ő meghalt. Tehát nyilván még nem volt meg az a parcifény, mivel össze tudom tapadni a távozóval. A mi időnkben, tehát hogyan történt meg az, tehát hogy lehet az, hogy valaki megmaradjon ebben a fajta kapcsolatban a tanítványával, miközben meghal? Hát itt egy általános számítás van. Tehát ez úgy kell elképzelni ezt mondjam, hogy a helyzetek ilyen fokozatosan ereszkedtek le abban a világban, ahol ezek megtörténnek. És nyilván ez minden generációban így működik. Tehát ezek univerzális törvények, hogy hogy működik az alsó, felső és a közös parcufnak a működése. Tehát amikor a tanítványnak szüksége van erre a kapcsolatra, akkor a mester megjelenik. Tehát, hogyha nincs szükség, vagy nem vágynak erre, tehát Ari idejében is ez így volt, tehát hogy túlemelkedett minden szinten, mert a tanítványnak nem volt már rá szüksége. Tehát nyilvánvalóan a spiritus parcufval való kapcsolatok, az egyik a másik parcufos, az emberek milyen szinten tudnak maradni, az két különböző dolog. Tehát ő egyszerűen távozott és itt hagyta a testét. Ez minden a vágynak megfelelően történt, amit az alsó szint intézett hozzá. Minden a vágynak megfelelően történik. Tehát a Rabasnak is nagyon sok tanítványa volt. Volt, akivel spiritusban kapcsolatban volt, volt, akivel fizikai kapcsolatban volt jobbára. Én emlékszem, amikor ő meghalt, amikor meghalt, akkor ott, aki megpuszította a székét, ugye, megcsokott a székét, hogy ebbe ült a rabbi. Amikor a Lubavitcher ebbe meghalt, aki volt, aki a sírján aludt. Na de hogyan lenne ez lehetséges, mondja Rav. Tehát egy... Tehát ezek a dolgok teljesen természetesen szinte őrült dolgok, mert ha egyszer eltemették, akkor az a testtel nyilvánvalóan már nem tudsz kapcsolatban lenni. Belsőleg való kapcsolat nyilván az nagyon fontos, de ehhez hatalmas erőfeszítéseket kell, hogy összekapcsolódjanak újra, mert ez egy megtisztulást igényel minden egyes szinten, tehát aki csak a testhez kapcsolódtak egy-egy tanítóval kapcsolatban, azoknak problémájuk lesz, ha meghal. A következő nap Gabályhoz odajött hozzám, és mondta, hogy valaki jön a Rebe helyére. Én meg még mondtam, hogy miért. Hát kitől fogjuk megkérdezni a következő 10.000 kérdést? Kell valakinek lenni, aki mindent megválaszol. És a zsinagógát, a mászert, és minden működjön, anélkül nem tudunk létezni. És sok ilyen ember volt. Én meg azt mondtam neki, adunk magunknak egy hetet.
Hiszen csak most halt meg. És jó, de ez a szokás, mondták nekem. Tehát emlékszem, amikor a rabbi, nem tudom, kicsoda meghalt, aki a Bini Baruknak volt a rabbia. És... tehát nyilván akkor kipakolták a szekrényét, meg az irodáját. És volt egy beszéd a halálakor, és rögtön a halálakor elmondták, hogy az ő fia legyen az utódja. És akkor mindenki sikoltozott, az örömtől Mazeltov, Mazeltov. Tehát gratuláltak. Tehát egyszerre volt temetés, meg egyszerre gratuláltak az utódnak. A judaizmusban ezek a dolgok nagyon egyszerűek egy bizonyos pontig. Mert az például a törvényének megfelelően azért történnek dolgok, és hogyha valóban... Oké, tehát amilyen mérték a van egy spiritas igényük a tanítóra, ugye akkor a kabalista velük marad a tanár. Tehát megmaradt volna Ari. Természetesen, magyarabb. Hát sok számítás van ebben. Én nem tudok mindent interpretálni. De felülről jönnek dolgok, ezeket el kell, hogy fogadjuk. A legfontosabb dolog, hogyha elő akarunk haladni, az csak az egység mentén tudjuk megtenni. Csak a kapcsolatban tudunk együtt haladni. Tehát Ravas után két ember volt, aki az én szememben átvehette volna a helyét. De ő az öreb Gibik fiát akarták beültetni a székébe. És meg is tették, ezért én elmentem. Erről a zsinagógáról. Mert többé ott nem volt dolgom. Eljöttem, mivel megértettem, hogy többé nem történik semmi, ami igazán a kabala. És ez sok helyen így van. A haszidizmusban az valóban szinte ilyen csőd van, mikor a legfontosabb, legközelebbi tanítványai a Rav halála után a helyére az elsőszülött fiút ültetik, mert a Tóra örökségét így gondolják. Még akkor is, hogyha nem a fiúk öröklik a Tórát, nem erről szól a történet, de mégis így érezték, mert a fia az mindig a spirituális parcúfia, ami követi, de ez az, amikor helytelenül értelmezték az utódot, és ez a haszidizmus halála is egyébként. És ebből a dologból én nagyon kívülálló voltam, és a többi tanítvány ott akart maradni, és volt 3-4 ember, aki később jött oda hozzám, és kérte, hogy a csoporthoz tudjon csatlakozni, ők is el akartak menni, mert nem érezték, hogy ez a fajta dolog működni fog. És minden más az megmarad egyébként. Tehát emberek, akik ugye azok is, akik nem voltak haszidok generációkon keresztül, családokon keresztül, azok is később eljöttek. De hát a szellemiség az valamilyen módon ugyanaz volt, a mindennapok szellemisége, mert haszidok voltak, és azok a kabalát tanulmányozták, amelyre tudták. És ez is egyfajta belső munka, mondja Rav. De én nem tudtam köztük maradni. És jó néhány év után, amikor már eltelt, talán tudtunk volna, de a formaegyezésen túlmenően, meg a formaeltérésen túlmenően nincs más dolog. Tehát ez nagyon éles, ez a formaegyezés és formaeltérés. Tehát nekünk most Lack Baumerrel kapcsolatban kell
kezdenünk valamit. Ez nagyon fontos a számunkra, mert ezt mindenek előtt ez az az ünnep, ahol egyfajta magyarázatot kell adni a lakban, mert az fontos ünnep, mivel az egész folyamat, a korrekció, az edények korrekciójának a folyamat az befejeződik, mivel tehát nekünk van Hesed, Gvura, Tiferet, Nechah, Hod, Yesod, Malchut. Ugye ez az életfa fődobálva. Hányan vannak ezek? Heten. És mindegyikük ez a Hagat Nehi, más szóval, az tehát 7x7 az 49, mert mindegyikben van 7 még befoglaltatva, ezért ez 49. És tehát hozzáadunk ehhez egyet, akkor 57-et számolunk. Tehát 7 szombat van belefoglaltatva, és 7x7 nap, ugye? Tehát amikor az összes korrekció, tehát Hesed, Gura, Nechah, Hod, ugye a Hod az a Malchut, ez pedig a Zerampim. Ugye mind a Zerampinon belül van ez a hat szféra. Tehát az 7 meg 7, tehát 7 meg 7, 3 szét az 21, az 21 plusz 7 az 28. És a 33-ig mi hiány, mennyi hiányzik? 5, ugye? Tehát Hesed, Gura, Tiferet, Nechah, Hod az együtt. A Hod az a Hod értékét adja, tehát ez az első 9-nek a Malchutja. Amikor a felső adakozás befejeződik a 9 szférában, Hesed, Gvura, Tiferet, Nechah, Hod, ugye így jön le a felső fény, és a Hodban, a Hodon belül, akkor egy bizonyos, ugye jön a Yesod és a Malchut, ugye ez a kettő, ugye ez a Hagat Nehim mindegyik ezen belül is megvan, tehát a bocsánat, ezt elrontottam magyarabb, rosszul rajzoltam. Így. A Yesodot bele kell foglaltatni. Tehát innentől van a rossz és a guf, ugye megalkottuk, tehát ezért mi azt mondhatjuk, hogy van 33 nap, ugye ez most van a 33. nap, és a Yesod és a Malchut kapcsolódik a Hodhoz, tehát a Yesod, az általános Yesod és a Malchut össze van kapcsolódva. Ezért mi ezt a napot az általános lélek korrekciójának van szentelve ez az ünnep, ami a munkának a befejezését jelenti ilyen szempontból az általános lelken, a többi pedig az mindig a helyes módon fog leereszkedni. Ezért az ünnep nekünk tüzeket gyújtunk, meg fényeket emelünk, minden örülünk ezen az ünnepen. És természetesen ez volt az, amikor Rabbi Simon meghalt ez a nap, a Baumernek a napja. Tehát, és ugye mi a tanítványnak nem volt rá szüksége, távozott. Ez a belső jelentése ennek az ünnepnek. Természetesen van itt még egy csomó dolog, de amikor a 33 nap eltelik, ugye az Omer számításban, akkor ugye elérkezünk ez a naphoz, és egész az Omert egészen a Savuotig számoljuk tovább ugyan, de felülről lefele az összes szférámban minden állapot megvan adva már ahhoz, hogy a korrekció megtörténjen, és ezért nevezzük úgy,
hogy a nagy fényeknek a kiterjedése, és ezen a napon távozott Rasbi. A Zohár írója. 199-es Rabbi Simon távozásából egy cikk. Rabbi Jahova fölemelte a lábát, és azt mondta, hogy Rabbi Simon irányított bennünket, és most eljött az ideje annak, hogy, erőfeszítéseket tegyünk az ő irányába. Rabbi Elezár fölemelkedtek a saját helyükről, fölemelték a testét az ágyról, és kilátta a barátok zavarodottságát, az egész ház az fölemelkedett, és utána már a diákok, vagy a tanítványok nem szolgáltak mást, mint Rabbi Elezárt és Rabbi Abát. Tehát még egyszer föl tudják őt emelni, erről szólt ez a történet az ő érzékelésükben, a saját érzékelésükben, annak érdekében, hogy még egyszer tudják vele tapadni. Erről szólt ez a rész, mondja Rab. És az, ugye nyilván a szaglás például alulról felfele emelkedik fel, a visszavert fénynek az érzékelését jelzi ez. 200-as pont. Azok, akik felemelték a Ciporim faluból, és elvitték a temetési helyére, ahol a Meron gyermekei, a tömegek, azok, tehát ők a saját helyükön akarták őt eltemeteni, tehát miután elhagyták a házat, felemelték a levegőbe, és hatalmas lángoló tüzet vittek mellette, és Rabbi Simon temetésén óriási békét éreztek azért, amikor őt, tehát óriási békét éreztek, amikor őt nyugalomba helyezték. Tehát olvasunk valami mást. Mi most Bahá Szulám beszédébe fogosna a Zohár befejezése alkalmából. Ez a Kabbala Tanoknak című könyvben van benne. A kettes paragrafus, és azzal kezdjük, hogy már mondtuk. Olvasd, mondja Rab. Tehát Bahá Szulám írásaiból. A Kabbala Tanok című könyvből mondják az oldalszámot. A második paragrafusból, hogy mi már mondtuk. Ez a Zohár befejezése alkalmából írt beszédből egy részlet. És az a teljes összetapadás és a teljes beteljesdés a 125 szintre van felosztva, és ennek megfelelően a Mesiás napjait megelőzően lehetetlen kiérdemelni mind a 125 szintet. És itt vannak különbség a generációk között, a Mesiás generációt tekintve, az egyik, csak a Mesiás generációjában volt lehetséges mind a 125 szintet elérni, és más generáció ezt nem érdemelte ki. A kettes pont, azok, akik elnyerték a Dvekutot, azok kevesen voltak, és ahogy a bölcseink írták, hogyha legalább egyet találnék a több ezerből, hiszen több ezer lép be a terembe, de csak egyetlen éri el. Lép be a palotába, de csak egy éri el az Isten lakhelyét. És ahogy mondva van, a Földnek ki kell lennie töltve az Úr ismeretével, azaz minden embernek természetesen ez nem új szabály, amiről itt szó van. Ez ugyanaz a szabály, az árvút, a kölcsönös garancia és a formaegyezés. Oké, tehát minden embernek szomszédként kell viselkedni, testvérként egymással, és ahogy az Úr mondja, mindenki ismerni fog engem, a legkisebb, a legnagyobbik. És a kivételes Rasbi és a Zohár szerzői az ő generáció, akik kiérdemelték mind a 125 szintet és annak a teljességét. Tehát habár ez még a Mesiás idejét megelőzően történt, ők voltak az egyetlenek, akik föl tudtak ide emelkedni, és innentől látszik, hogy a
bölcsek azok nagyobbak, mint a proféták, és azt kell látnunk a Zohár befejezése alkalmából, hogy Rasbi idejétől a Mesélyes király idejéig egyetlen ember sem érte a 105 fokozatot. Meg kell, hogy értsük, mondja Rav, hogy micsoda erős ereje volt a kapcsolatnak, mikor ő, hogy ők, a 10 ember között, aki írta a Zohárt, hogy felfedezték a végső korrekciót. Tehát egyetlen kicsiny részlet sem maradt ki, amely ne lett volna korrigálva. Igen, Nessi. Tehát nekem úgy tűnik, nem. Tehát akkor valami olyasmi lett a végső korrekcióval kapcsolatban, amit ők megértek, még nem értettük meg. De meg tudod érteni? A megértésedben el fog ez jutni minden egyes alkalommal, a saját szinten meg fogod megérteni, amit elértél. Nyilván ezért a 105 fokozatnak megfelelően neked el kell érned először a kapcsolatot, az edényednek megfelelően, ami feltárul, és utána még több probléma jelik meg mindennel, és fölé kell emelkedned, és e fölött egy óriási egységet kell teremtened újra. És az, hogy eléred azt az egyetlen hatalmas egységet, tehát erejét a teremtőnek, ugye nyilvánvalóan az egységnek a forma is maga a teremtő, és akkor a viszonossági szeretet, ami megjelenik, és a szentség, amit önmaguk között kitöltetek azzal, aki összekapcsolód, úgy fogod érezni az egységben a többieket, és ez az, hogy el fogjátok érni együtt a spiritualitást. Tehát te csinálod ezt, teszed ezt. Tehát kívülről van egyfajta általános erő, de ennek az intenzitásnak a formája, az neked a kapcsolatod által érhető el. Ezért neked 105-ös szinten keresztül kell eléred ezt. Fölé emelkedni minden konfliktusnak, minden problémának, ennek az egész szemét halmaznak, és ezt mind össze kell raknod, egyfajta módon kell elrendezned, hogy elérd a legmélyebb, legösszekapcsoltabb formát. Ez az, hogy a teremtő létrehozza a korrigált formáját a szeretetnek, a részvételnek, a kölcsönös kapcsolatnak, amely minden dolog felett jelenik meg, egy szinte elképzelhetetlen módon a gyűlölet, az elutasítás, a szándékok, a gondolatok, ilyen értelemben teljes egészében, hiszen itt mindenki lop, itt mindenki hazudik, itt mindenki elutasítja másokat, mi nincs. Nem is tudok mondani, mi nincs. Szinte leírhatatlan, ami itt folyik. Nincs ember, aki jobban gyűlölettelen, mint a mai világ embere. Szinte leírhatatlan. Tehát nektek valóban össze kell kapcsolódni mindenkivel, kivéve azokat, akik ez a gyűlölet elkezdett már megnyilvánulni. Tehát meg kell, hogy értsétek, hogy mi a börtönnek a lényege, amiben vagyunk zárva, és hogy a legrosszabb tehát képzeljétek el, hogy a legrosszabb embereket összezártok a világban, és be kellene zárni egy börtönbe, és ti pedig velük kell, hogy a csoportban összekapcsolódjatok velük. Így kell képzelni a világot, és fölé kellene emelkednetek, és mégis megtenni. Hiszen bennetek ér a legnagyobb bűnöző. Föl fog tárulni, mondja Rab. Oké, azok az egyén és a fény közötti dolognak a feltárulása majd a korrekció végén fog feltárulni. Nem. A korrekció előtt. Miért? Azért, mert a magas szintnek az eléréséhez szükséged van a legnagyobb keménység feltárulására, a legkeményebb vágy feltárulására. Természetesen, hogy ez így lesz. Egy kicsiny csecsemő az ugye abban motivált, hogy minden megtapogasson, föltárja a világot, és hogy igazán élővé váljon. Nektek azt kell látni, hogy milyen fajta motivációt tudtok szerezni az élethez, tehát ti alig tudtok valamit tenni, miért? Mert az a tér, ami nektek maradt, az csak az, hogy a fontosságot megtalálják a teremtőnek. A gyerek esetében felülékezik a fontosság, annak érdekében, hogy fejlődjön. És ha fejlődni akar,
állatból ember akar lenni, akkor bizony jönnek a nehézségek. Tehát az egyik az nagyobb, mint a barátja, az egyiknek a szándéka nagyobb, mint a másiké, és akkor nagyon kemény állapotok jönnek, de ezek nélkül az ember nem tudna megtalálni pontosan formát a fejlődéshez, még az első szinten sem, amit elér az ember, ugye, amikor fölemelkedik a határvonal fölé, tehát nyilván akkor már az ember az enyszóban van, a végtelenségben, azaz, csak a részletek hiányoznak, de ezek a részletek, ezek azt igénylik, hogy nagyon sok kiegészítő vágyat kell megélni. Igen. Olvassák tovább. Ezért ez a Zohar, mint kompozíció, hatalmas befolyását gyakorolt a világra. Ezek mind a 125 szinten. Ezért, ahogy mondva van, hogy a Zohar könyve az kizárólag a napok végén fog feltárulni teljes magasságában a messiás idejében. És ez azért van így, mert ugye ezt már mondtuk, hogyha a tanítványoknak a szintje az nem felel meg teljes mértékében a szerző szintjének, akkor nincs átjárás, és nem is lehet kölcsönös elérésük. És úgy tűnik, hogy a Zohar szerzőinek a szintje az mind a 125 szintet kitöltötte, ezért gyakorlatilag a mesiás ideje előtt elérték ezt, és ezt követően a Zohar szerzőinek az elérését nyilván a mesiás idejében fogják majd a tömegek elérni, és ez itt a Zohar az nem tud föltárulni semmilyen generációban, csak és kizárólag a mesiás generációjában. Ugyanez a Lackbaumerrel kapcsolatosan is, mondja. Ez nem annyira a hétköznapi feltárult ünnep, csak ahogy haladunk előre, az általános korrekció felé, ez válik egyre jobban és jobban elfogadott az emberek szemében. Tehát nyilván az Omer számításnak a menete, az emberek nem értik, nem tudják, hogy számolják. Ez nyilván le van írva az imakönyvekben, mit kell csinálni. Nyilván talán értik, hogy mi ez van az szféra, azt kell korrigálni, azt meg nem. De egyébként a szféráról meg nem tudnak semmit az emberek, döntő többsége nem is érti, miről van szó. Tehát egy nyilván az imakönyv az szó szerint egy kabbalista könyv, ugyanez van leírva benne, a hesed, az kegyelem, a jeszodnak a heszedje, a gúra az a és a hód le van írva. Az emberek csak olvasgatják ezt. Azonban a mi időnkben elkezdődött egy, nyilván ez valamilyen módon felülről indult, hogy az emberek valamifajta fontosságot tanúsítanak bizonyos dolgoknak. Azonban a múltban ez nagyon-nagyon egyszerű volt. Az emberek ugye olyanok voltak, mintha gyermekek nyári szabadságon. Oké, de ez egy teljesen világos bizonyíték annak, hogy a mi generációnk az elérkezett a mesiás idejéhez, és látnunk kell, hogy minden magyarázata a Zohar könyvének abból még talán 10%-ot se értünk az Zohárból, és szó szerint, amikor részleteket letisztázunk, akkor látnunk kell, hogy az igazság magából a Zohárból árad ki, azonban a mi generációkon belül el kell nyernünk, elnyertük a Zohár kommentárokat is, amelyek a teljes magyarázatot előírják a Zohárnak. A Zohárnak a szerzői, azok felfedezték ugye a 105 fokozatot, és ilyen értelemben ők a saját időben végrehajtották a Zohárt, és utána pedig nyilvánvalóan a Zohár elveszett, a Zohár jelenlegi gyűlölet az erőssé vált, és akkor, amikor mi eljutottunk a feltárulásáig a Zohárnak, ugye Bálhat Szulám is látta, hogy nem is tud eljutni a helyes magyarázathoz, nem is értjük pontosan, hogy ez micsoda, tehát nem is értjük pontosan, hogy hogy működik, és ez a mesiás idejének a vége, mert különben meg se jelenne nyilvánvalóan, akkor csak
a feltárolás önmagában az egy jel, mondja Rav. Sőt, nem csak, hogy a teljes zohár, az gyakorlatilag meg lesz magyarázva a létre kommentárok által, és ilyen módon alkalmassá válik minden már középszinten lévő tanuló számára, hogy a zohárnak megértse a lényegét. És ezért a mi időnkben ez egy teljesen világos bizonyíték, hogy a messiás ideje közeledik, és ahogy ezt már mondtuk, ebben a generációban, ahogy ez mondva van, a föld ki lesz töltve, a föld teljesége lesz ki töltve az Úr ismeretével, és a legtöbbtől a legkisebbig ismerni fogják a nevem. Mi hamarosan elérkezünk a Sávót ünnepéig, és közte pedig számoljuk az Omert. Kérdések. A viszonyról szeretnék kérdezni valamit, amivel a Zohárhoz kapcsolatban őket. Tehát amikor olvassuk a Zohárt, akkor azt mondjuk, hogy ez a valóság egyik legerőteljesebb könyve. Igen. A minden a Zohár könyvén alapul. Ez az, ahogy elérte Arya 105 szintet. Ő is tanult a Zohárt. Senki más nincs. Mindenki a Zohárt próbálja meg megragadni. Nincs is másra szükség. Én szeretnék kérdezni valamit az elrejtéstől. Tehát amikor az ember különböző állapotokon keresztül eljut ehhez a könyvhöz. Hát mondjuk, ha nincs megfelelő vágyod erre, akkor nem fog feltárulni a könyv. Tehát ez felülről van felébresztve, hogy te eljutsz ide vagy nem. Ha hirtelen vágyod van benne, akkor oké, okay, de egy csomó emberben nincs vágy arra, hogy feltárulni a Zohárt. Na de miért lett megadva egy ilyen előteljes forrás, hogyha nincs meg a hiány rá? Nem tudom, mondja Rav. Ez nem az én dolgom. Tehát ahogy én nekem megmondta a belső sürgetésem, megragadtam a könyvet és elkezdtem tanulmányozni. Hogy ezt megelőzően mi történt, erről fogalmam nincs, mondja Rav. A korrigált állapot után tehát ahogy elkezdtem vágyni rá, meg is jelent előttem. Tehát nekem az a pillanathoz kell kötődnem, amikor megjelenik bennem a vágy, megjelenik bennem a feltétel, a csoport, a tanulásra, önmagamra. Én érzem, hogy valamilyen módon be vagyok limitálva. Bizonyos érzékeimben, másban nem vagyok belimitálva. Tehát nyilván ezt felülről kaptam így, és így kell megvastanom önmagamat, amelyre csak lehetséges. Lehet, hogy a többi dolog ezen a módon, vagy azon a módon másképp működne, ez azonban így működik, magyarabb. Oké, na de akkor hogy tudunk elmozdulni erről a helyről? És hogy mindig megkérdezettem, hogy mi fog történni hónap meg hónap után, én mindig elmondom nektek, hogy ezt nem tudom. Tehát bennem ez másképp jelenik meg, ez önmagában így mutatja meg magát. Lehet, hogy ezen a módon, vagy ezen a módon mutatja meg magát a történés. Azzal nincs probléma, hogy megérkezik a messiás, és a végső korrekció megtörténik, és akkor meg fogjátok látni, hogy egyszerűen semmi nem változik a jelenlegi helyzetetekben, csak egyszerűen föltárul az, amit valójában vagytok. Oké, tehát hogyan tudunk elmozdulni abban az állapotból, amikor nincs meg a vágyunk arra, hogy ezt az előteljes forrást, ezt tanulmányozzuk, hogyan lehet egy nagyon erős vágyat kiépíteni? Hát csak a csoport, mondja Rav. Csak a csoport tud veleteket erre inspirálni, és ti önmagatok ezt nem tudjátok megtenni, lehetetlen. Tehát magatokat hozzátok abba a helyzetbe, hogy valóban akarjátok a barátokkal együtt lenni fizikailag. Tehát mindenféle tevékenységgel forduljatok feléjük, hogy tegyétek meg azt a részt, amit nektek megtenetek, aztán azok, amik mindenki a saját részét, nincs más tenni való ezen túlmenően. A tóra, az megjelenik nektek, és a reforma fényt hozza el, és ezt a reforma fényre kell berendezkednetek. Ez fog benneteket korrigálni, és az a pillanat, amikor tényleg beléptek az árvút minőségébe, akkor kezdődik ez. Nek a meghódítása az árvét, az tőletek függ.
hogy tegyétek meg, amit csak meg tudjátok tenni. Ennek megfelelően a fény meg fog jelenni. Tehát még egyszer, nektek meg kell feleljetek az árbút feltételeinek, akár a legrosszabb esetben is, ami megvan adva nektek, amikor a hatalmas kibomló egótok fölött kell ezt megtenni, és még egyszer magyarabb, nektek ezt korrigálni kell a tóra segítségével, aztán újra, aztán újra, aztán újra. Ez a ti munkátok. És minden a csoport középpontja felé való elfogadása kezdődik, a teremtő feltárásával, elfogadásával. És hogy érzitek, hogy boldogságot okoz nektek. Mi a tesztje annak, hogy ezt meg tudom tenni? Tehát, hogy én képes voltam menedzselni, fenntartani az árvutot. Hát az eredmény. Az eredménynek kell megjönnie. Ha ti képesek lesztek megfelelni az árvút feltételrendszernek, akkor megjelenik a csoportával kapcsolatodban. Minden megjelenik, és ennek a szintnek megfelelően a formális megjelenik a felső szinttel, és megjelenik maga a felső szint fénye. Tehát az árvút az a helyes kapcsolat, semmi más. A vágyak között, amik közül egy része átment, már valamilyen korrekció, egy része pedig törésben van. Tehát Ray Floridából, Scott Angliából kérdezi, milyen szándékban kell lennünk ezen a mai napon, hogy, tehát a Baumer, hogy a Baumert érezzük, a Baumer kapcsolatát Rabbi Simonnal. Tehát itt semmi különleges nincs, mondja. Tehát nekünk meg kell próbálni összetapadni a forrásainkkal, a Zohárral, Ari írásaival, Bálhaszulámmal, Rabassal, és ez van mi kezünkben, és ezt kell alkalmaznunk. És meg kell értenünk ezt a legjobban, amelyre csak lehetséges, és akkor eljutunk ennek a megvalósításához, hogy valóban korrigáljuk a lelkünket. Gyorsan. Én szeretnék kérdezni valamit. Tehát, hogy van egy bizonyos feltárulásom, de nincsen kölcsönös garanciám. Nem éltem meg. És akkor hirtelen lesz egy... De mi a kérdés? Hogyan tudunk a feltáruláshoz eljutni? Hogyha... Hát pontosan ez jelenti, hogyha valamit megértesz, majd elillan a megértés, akkor nem voltál igazi kapcsolatban. Tehát nyilván ezerszer neki fogsz tudni az igazi kapcsolat eléred. Oké, na de akkor mindig gyorsabban megy a kapcsolat, mondja a srác. Tehát Tehát akkor még nagyobb nehézség fog jönni, és még nagyobb nehezebb lesz összekapcsolni. Nem. Figyeld arra, amit mondok, magyarra. Figyelj, ülj le és figyelj. Az egész munkának a lényege a szándék. Tehát a szándék fog megvédeni attól, hogy valami történjen, aminek nem kell történnie. Bejelentések. Ilyesivált haverim lesz ma, 18:45-kor, az egész világcsoport összekapcsolódik a világ globális Ilyesivált haverimben. Tehát még egyszer izraeli idő szerint, az 17:45 magyar idő szerint. És akkor szép napot mindenkinek!